Mindenki csodálattal figyelte, ahogyan begördült ez a gyönyörű Jaguar szombat délelőtt a vásártérre. De volt még látnivaló bőven, az emberek fotózták a szebbnél szebb járműveket. Tavaly szerveztek Cegléden először veterán jármű találkozót. Az érdeklődés azonban felülmúlta a tavait. Gyerekek, szülők és nagyszülők is ámulattal nézték a különleges gépeket. Amilyen automárkát itt nem lehetett látni, az nem is létezik. A Nordából van a legtöbb, ha jól tudom, akkor körülbelül 50 darab, talán 60. Pestről egész csoporttal jöttek, azt hiszem 20 ladával. De tehát itt meg lehet találni szerintem mindent. A Trabanttól kezdve az Zaporozsecen át, a Mercedes különböző fajtáig, az amerikai autókat képviselő Dodge, Chevrolet Camaro. De volt Skoda, Rolls-Royce és Hudson Hornet is. Lehetett látni Kispolszkit, veterán motorokat és egy valódi kuriózumot is. Elhozták ugyanis ezt a teljesen felújított Afor tankert, amivel régen az üzemanyagot szállították. A vásártér szinte szűkösnek is bizonyult, több mint 500-an hozták el épített vagy tuningolt autójukat, motorjukat. Emellett a gyönyörű Mercedes mellett sem lehetett csak úgy elmenni. A tulajdonos a Gyoma Endrődről érkezett, és megmutatta a fotókat, milyen rossz állapotú járműből varázsolta ezt a valóban csodálatos 2000 köbcentis sportautót. Az autó az 1959-es születésű, ezt 14 évvel ezelőtt restauráltam, saját restaurálás, teljesen tönkre volt menve. Ez 2000 köbcenti, 105 lóerő, a mostani kornak a teljesítmény szinte tudja, tehát kényelmes lehet autózni vele. A legtöbb kiállított járművel a mindennapokban közlekednek a tulajdonosaik. Ennél a 92 éves Ford A modellnél is sokan megálltak. A jármű már bejárta a világot, nem csak szó szerint, népszerűségben is. Tavaly voltunk vele Horvátországban, Olaszországban, Lengyelországban, Ausztriában. Idén megyünk vele Finnországba versenyezni, Franciaországba, Svédországba és Angliába. A jármű találkozón sok amerikai autót is lehetett látni, olyanokat, amiket egyébként csak a filmeken. A fanatikus veterán autósok időt, energiát és pénzt sem kímélve csinosítják járműveiket. Akiket kérdeztünk, mindenki azt mondta, nem adná el autóját, mert ez tényleg szerelem. A kiállításon sok gyerekkel találkoztunk, így felmerül a kérdés, lesz-e a veterán jármű restaurátoroknak utánpótlása. A válasz igen. Igaz, tesznek is érte. Az iskolákban szakmai előadásokat tartanak a diákoknak. Megmutatjuk, hogy igenis ők léteznek, és ők vannak, és felkeltjük az érdeklődéseket, és már most nagyon pozitív, pedig ennek egy fél éve van, hogy csináljuk, mert már nagyon sok olyan srác, hogy mi lenne, ha én is dolgozhatnék veletek. Előbb-utóbb eljön az, hogy elérjük a célunkat ezzel is, az előadásokkal, hogy igenis lesznek utánpótlások, úgyhogy nagyon örülünk neki. Aki lemaradt volna a hétvégi programról, az legközelebb a Volkswagen találkozón nézheti meg az autócsodákat a kempingben július 21-e és 23-a között.